ma arra vagyunk kíváncsiak, hogy mit viselnek a fiatalok, mi az, ami ma meghatározza a magyar trendeket a partikban, milyen koncepció alapján szoktál általában felöltözni egy buliba? Hát bulikban általában minden csinosabban, kihívóban, rövid szoknya, kivágott felső, mindenképp, hogy a fiúk figyelmét felkeltsem. Hát ez az egyéni stílusom, amit otthon találtam. Főszínek, amik hordok, az inkább a barna, szóval én a sötét színeket kedvelem, és általában azt hordom, amit tetszik, szóval nem befolyásol a divat, szóval igazából nem követem. Hogy milyen témájú a buli, igazából ahhoz illeszkedően öltözök, és hogy milyen társaságba jövök, hogy hozzájuk is öltözzek. Melyik az a ruhadarab, amit úgy nagyon-nagyon szeretsz felvenni, mondjuk egy ilyen partiba? Magasított derekú miniszoknyák mindenképpen. Szerintem ez nagyon nőtt és jól áll mindenkinek. Hát ez nagyon változó. Általában szoknyát hordok magas sarkúval, és ahhoz választok egy csinos felsőt. Hát igazság szerint ilyen nincsen, de meghatározó színem a barna, szóval mindenképpen hordok barna szín. Sosincs olyan, hogy nem mennék el otthonról barna szín nélkül. Tehát vagy egy öv, vagy egy cipő, vagy egy felső, ami barna lenne, az kell. Újságokban megnézem, utána meg a neten, utána meg kiválasztom a boltban, ami a legjobban tetszik. És mi az, amit egyáltalán úgy nem vennél fel, mondjuk ami ma nagyon sokan szeretnek, de te mégse? Ez a budgyos nadrág, ez szerintem egyáltalán nem nőies, és nem áll jól senkinek, szerintem. Rózsaszín, nem szeretem, abszolút nem. Bulikban nagyon gáznak tartom a melegítő alsókat, hogy nem tudom, hogy abban hogy lehet megjelenni. Ez az, ami számunkra tabu. Hát amit soha nem vennék fel, az a fehér csizma. Térjünk át egy kicsit a pasi költözködésére. Mi az, amit nagyon szeretsz egy pasin, hogy azt felveszi, vagy mi az, amit nagyon férfiasnak tartasz? Hát én szerintem az öltöny az, ami nagyon férfias, de hogyha mondjuk egy ilyen buliról van szó, mint itt azért elég fura lenne öltönyben megjelenni egy fiúnak, vagy egy férfinak, de úgy igazság szerint a farmer, a barna öv és a fehér ing az, ami nálam dukál, szóval ez nagyon bejön. Szeretem az izompólókat, srácon, ami kihangsúlyozza az alakjukat. Én nagyon szeretem, hogyha egy fiú inget visel egy buliba, ez amit először megnézek. Hát amikor a fiúk felveszik a farmer nadrágot, és öv van rajtuk, utálom, hogyha valaki nincsen öv. És mi az, amit így egyáltalán nem tudsz egy pasinak tolerálni? Hogy például egy buliba nem szeretem, hogyha rövidebb nadrágot hordanak, a hosszú nadrág az számomra a tuti. A nagyon szűk nadrágok, szerintem az nem áll jól a fiúknak, inkább a lányok hordjanak olyan. Hát valami bőrdolog, valami bőrnadrág, az biztos, hogy nem. A rózsaszín ing és a rózsaszín felső, az borzalmas. Ugyanezt kérdezem lányoknál, hogy ott is van, amit cikinek tartan? Hát a nagyon csillogos és nagyon feltűnő dolgok szerintem, ami túlságosan kihívó, az már nem jó. Smink tekintetében mi az, amiben mondjuk máshogy sminkelsz, mint mondjuk hétköznap? Hát mindenképp erősebb sminket használok, füstös szám, jobban kiúzom a szemem. Melyik az a ruhadarab, amivel tudod, hogy abszolút elcsavarod a férfiak fejét? Hát mindenképpen a szoknya és a magas sarkú, szerintem a mi nyerő. Egyébként össze szoktatok öltözni? Néha igen, hogyha úgy adja az alkalom. A suliba hogy viszonyulnak az öltözködéshez? Mennyire szabják meg, hogy mit lehet felvenni, vagy mit nem? Hát igazság szerint nincs megszabva, de azért mindenki tudja, hogy hol a határ. Szóval nem vennék fel egy olyan szoknyát, vagy egy olyan magas sarkút, ami tudom, hogy nem egy iskolába való, mivel az egy tulajdonképpen egy munkahely számunkra is. És oda nem vehetünk fel egy olyan dolgot, ami tényleg nagyon kihívó lenne. Hát beleszólnak még mindig körömfestés, műköröm, ezek elfogadhatók, de miniszoknya, rövid sort, ezek egyáltalán nem. Volt már, hogy rád szóltak, hogy ezt nem kéne viselni? Igen, volt. Túl rövid a szoknya, túl kivágott a felső, mindig szólnak, igen. Hát odafigyelek rá, mert suliba egy rövidebb szoknyát nem engednek már meg, de például egy ceruza szoknya szerintem ugyanolyan csinos tud lenni. Száj vagyok kitérni a hajadra, hogy ezt a göndörséget hogyan éred el, vagy mennyi ápolást igényel? Igazság szerint anyukámtól örököltem és gyűlöltem, szóval nagyon sokáig vasaltam, de most már átértem arra a helyzetre, hogy unalmas kivasalni, vagy nagyon tönkre is tette a hajamat, úgyhogy most már elértem arra a szintre, hogy nem vasalom, nem nyúlok hozzá. Úgyhogy igazság szerint megmosolom, megszárad, nem is szárítom hajszárítóval, tehát természetesen szárad meg. És ilyen. Áruljál nekem még egy titkot, mert ez engem annyira izgat, hogy amikor én beszoktam magamnak így loknizni mindenket, utána nem merem kifésülni, hogy te szoktad fésülni, vagy hogy szoktad rendet adni.
nem szabad hajat fésülni, csak is kizárólag akkor, amikor vizes a haj. Különben tönkre megy, szóval szárazon nem szabad. Nem szoktam. Nem is tudnám, annyira össze van gubancolódva, hogy nem tudnám kifésülni szárazon. És a hajszín az eredeti, vagy pedig? Az festve van. Nagyon sötét barna hajam van, és nem szeretem. És akkor így inkább világosítunk rajta mindig. Na hát köszönöm szépen, és további jó szórakozást kívánok neked. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, további szép estét kívánok neked.